magyar katasztrófavédelmi szakemberek tartottak képzést szerb kollégáiknak. A hivatásos és önkéntes tűzoltók Belgrádból, Banja Lukából és Újvidékről érkeztek a Somogy megyei Kőröshegyre, ahol szituációs gyakorlatokon vettek részt. A képzés során hőkamerát és drónokat is bevetettek. Mentési gyakorlat a vége láthatatlan szántók egyik nehezen megközelíthető pontján, Kőröshegyen. A bajba jutott férfit egy drón találta meg. Ezek a szinte súlytalan szerkezetek ugyanis terep és látási viszonyoktól függetlenül képesek tájékozódni. Azonnali információkat tud közölni a végrehajtóknak és az irányítóközpontnak. Ebben a pillanatban egy eltűnt és sérült személy megkeresését gyakorolják hőkamerával, éjszakai körülmények, rossz látási körülmények között, illetve nappali körülményeknél pedig a vizuális kamerával. Azonnal GPS koordinátákkal meg lehet határozni az eltűnt személy helyét, és sokkal könnyebb megtalálni. A drónok lassan nélkülözhetetlenné válnak a hasonló akciókban, ezért is fontos a mentési szervek folyamatos képzése. Erről Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke beszélt. Elmondta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik háttérintézménye írta ki a pályázatot, melynek keretében megrendezhették a gyakorlati tréninget. Ennek során az egyre gyakrabban előforduló vegetációs tüzek lehetséges kezelésére készülhettek fel a résztvevők. A végső kedvezményezettje ennek a projektnek Szerbia, Vajdaság és a boszniai szerb köztársaság Bosznia-Hercegovinában. Mind a három területről 4-5 olyan kiképzőt vártunk ide, akik a távoktatási anyagot elvégezték, megismerték szerbül, mert hogy nem csak magyarul, szerbül is beszél ez a rendszer. És itt a magyar kiképzőktől megkapják azt a gyakorlati kiegészítést az elméleti tudáshoz, amivel hazatérve ők további egyenként 15-15 embert még ki fognak képezni. A szervezetek egy-egy hibrid utánfutót is kaptak a tréning után, amelyek a tűzoltáson kívül viharkárokhoz és kárhelyszíni első segélynyújtáshoz szükséges felszereléseket is tartalmaztak.